Az adomány 8 tonna tartósított élelmiszerből, édességből és 10 tonna tisztálkodószerből áll. Tomislav Nikolic szerb köztársasági elnök feleségével érkezett Krájevóba. Ellátogatott a májusban elárasztott városrészekbe. Külön alapot hoznak majd létre a település lakosainak megsegítésére, emelte ki az államfő. Možda se nekome činilo da ulagati novac u zaštitu, u pripreme, da je bačen novac, da je trebalo za nešto drugo ulagati, a kad se desi ovako nešto, onda shvate da te godine ili možda iduće od budžeta nema ništa, morate da otklanjate štete. Dakle, ja sam ubeđen u to da Srbija mora da razmišlja o elementarnim nepogodama, pre svega o poplavama. Az alapból minden árvízkárosult közép-szerbiai család 120 ezer dinárban részesül majd. Emellett az ország minden árvízsújtotta településén egy házat adományoz majd az árvízkárosultaknak. Szerbiában összesen mintegy 1500 házat döntöttek romba a heves esőzések következtében kialakult áradások. Az árvízkárok teljes mértékét június végéig mérik fel. Eddig a károk becsült nagysága mintegy 500 millió euró. Az összegbe még nem számolták bele az obrenováci veszteségeket, mivel a város 10%-a még most is víz alatt van, 15%-ában pedig nincs áram. Valószínűleg több 10 millió euróra lesz szükség ahhoz, hogy az objektumokat felújítsák Obrenovác községben, mondta a község elnöke Miroslav Csucskovic. Hozzátette, a lakosság egy része nem biztos, hogy visszatér Obrenovácba. A községi elnök szerint lehet, hogy a lakosság 30%-a nem akar majd visszaköltözni a községbe. Most takarítást végeznek a katonaság bevonásával. Két nap alatt 1200 tonna szemetet vittek el több mint 200 kamionnal. Az előzetes számítások szerint az országot összesen közel 1 milliárd euró kár érte.